December elején a Győr elleni hazai vereséggel zárták a bajnokság első felét a nyíregyházi tekézők, akik a mérkőzést követően csak január 2-án edzettek ismét a Városi Stadion csarnokában. Az egy hónapos pihenő után némi időre van szükség ahhoz, hogy ismét formába lendüljenek a játékosok. Finta Zoltán szerint a jövő hétvégén esedékes folytatásig mindenki eléri majd a szükséges formát. Elég hosszúra sikeredett ez a mostani pihenő, mert azért már december közepén leálltunk, és az ünnepek azért megviselik az emberek hasát, azt lehet mondani, tehát mindenképpen mozgásszegény időszakot élnek a játékosok, függetlenül attól, hogy egyénileg természetesen mindenki azért egy kis kocogással még szokta színesíteni általában az új évet, de ettől függetlenül mindenképpen nagyon nehéz felkészülni. Az első edzések még mindig a mozgás visszanyeréséről szólnak, úgyhogy csak ilyen gyakorló edzések vannak, tehát ugyanúgy, mint egy nyári leállásnál, előbb 60 dobással, majd 90 dobással, és utána csak a 120 dobást szoktuk elkezdeni. Tehát mindenképpen rá kell hangolódnunk, és ez az első hét, ez körülbelül erről szólt a csapatnak, már aki tudott jönni a munkai elfoglaltságán felül, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen bele kell rázódnunk. Az NTK ősszel 11 forduló alatt 2 győzelmet szerzett, és ezzel a 10. a 12 csapatot számláló szuperligában. A papírforma alapján tavasszal 3-4 meccset meg kell nyerniük a nyíregyháziaknak, akik ezzel bebiztosítanák tagságukat a legmagasabb osztályban. Én azt mondom, hogy ebben a sportágban könnyű sorsolás nem létezik. Minden meccset nagyon komolyan kell venni. Hellyel közel egyforma erős ellenfelek fognak hozzánk látogatni az elkövetkezendő fordulókban. Én úgy gondolom, hogy több pontot szeretnénk szerezni, mint az őszi fordulóban. Erre reális esélyünk is megvan. A bajnokság január 21-én folytatódik. A tavaszi nyitófordulóban az 5. helyen álló Szolnok látogat Nyíregyházára.